Lépésről lépésre címmel tartott rendezvényt a Napraforgó Nonprofit Kft., amely a megváltozott munkaképességű álláskeresők munkaerőpiaci elhelyezkedésében nyújt támogatást. 2013-ban kezdtük Tata és térségében munkaerőpiaci szolgáltatásainkat kibővíteni, mert hogy Érden és Budapest környékén már 2000 óta működünk, mint munkaerőpiaci szolgáltató, és 2013 óta itt a térségben is, és úgy gondoljuk, úgy ítéljük meg, hogy egy jelentős mérföldkő volt a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft. Életében, hogy tudtunk szolgáltatást bővíteni területileg is, és hát nyilván ezáltal minél több hátrányos helyzetű és vagy megváltozott munkaképességű álláskeresőnek lehetőséget nyújtani. Nekünk egy katalizátor szerepünk van, volt, hogy ők egymásra találjanak, és azt gondolom, hogy ebben igen nagy sikerrel tudtunk működni, és erre a számok tükrében majd a mai ünnepély végül is megünnepeljük a működésünket, bizonyíték lesz. A Kft. 20 hónapos működése során Komárom-Esztergom megyében 300 megváltozott munkaképességű álláskeresővel vette fel a kapcsolatot. Ebből 100-an tartós elhelyezést nyertek a nyílt munkaerőpiaci munkavállalóknál. Ez a munkavállalói kör létszámát tekintve lényegesen kisebb, mint az átlagos álláskeresői populáció, illetve vannak bizonyos specialitásaik. Ez egy nagyon gondosan előkészített együttműködés révén valósítható meg. Ez az együttműködés, ez a jövendő munkavállalóval való együttműködést is jelenti, tehát nekünk nagyon pontosan tudnunk kell, hogy nekik mi az erőforrásuk, mik a motivációik, milyen pályacéljaik vannak, hiszen egy megváltozott munkaképességű embernek nem biztos, hogy ugyanolyan elképzelései vannak a munkavilágáról. A legfőbb különbség például abban rejlik, hogy elsősorban a pályacélban a biztonság, nem pedig az előrelépés a kulcs mindenki számára, illetve a munkaadókkal való együttműködés legalább ilyen fontos. Számukra az első és a legfontosabb dolog az, hogy tisztázzuk, hogy kikről van szó, hiszen ez sem mindig magától értetődő. Tisztázzuk, hogy alapvetően ennek az embernek az adottságai és az ő munkakörüknek az igényei és ennek az összeillése adja meg a lehetőséget, és hogyha megkapjuk arra a módot, hogy ezekről elég részletesen tudjunk beszélni, hogy a cégeknél személyesen tudjunk meggyőződni a feltételekről, akkor általában utána már könnyebb előrelépni. Bencsik János országgyűlési képviselő is részt vett a programon, ahol a szakmai tapasztalatokra volt kíváncsi, és arra, hogy a megváltozott munkaképességűek ellátási rendszerének törvényi változása milyen problémákat hozott a felszínre. Hogy az igazságosság érvényesítése mellett időközönként a méltányosság az sérül. Nagyon sok olyan vállalkozás van a Tatai medencében, elsősorban Tatabányán, de Tatán is, Oroszlányon is, amelyek befogadó munkahelyként dolgoznak. És maguk a munkaadók megfelelő munkakörülményeket és az életállapot, egészségi állapotnak megfelelő munkát is biztosítanak. Segítő szervezetek a munkába járást is lehetővé teszik, például a mozgáskorlátozott a Komárom-Esztergom megyei egyesülete, a kisbuszával szállítja ezeket a munkavállalókat. Ugyanakkor a központi jogszabályban még mindig bemaradt egy olyan passzus, amely megbetegedés esetén biztosítja a táppénzt a megváltozott munkaképességű dolgozó számára, ugyanakkor a kettős támogatás tilalma miatt ugyanarra az időszakra az egyébként munka mellett járó járadékát nem kapja meg. Ezeknek a problémáknak a megoldásához keresett szakmai támogatókat az országgyűlési képviselő úr.